22 évvel ezelőtt készültek ezek a képek 1990. március 20-án. A Marosvásárhelyi Magyarság az anyanyelvi oktatás megteremtéséért, a magyar nyelv használatért tüntetett, amikor a Vatra Romaniască szervezett buszokkal románokat szállított a megyeszékhelyre a környékbeli falvakból. A városba érkező tömeg feldúlta a városközpontját és rátámadta a központban tüntető magyarokra. A zavargások több napon át tartottak, majd március 21-én értek véget, amikor a román hadsereg helyreállította a rendet. A történteknek nagy visszhangja volt a romániai, a magyar és a külföldi sajtókban is. A 22 évvel ezelőtt történt összecsapások kivizsgálása, illetve a felelősök kérdőre vonása a mai napig nem történt meg, csak magyar, illetve roma nemzetiségű személyeket ítéltek el. A Ceausescu rezsim bukása után 3 hónappal kirobbant tragikus eseményeknek 5 halottja és közel 300 sebesültje volt. 22 évvel ezelőtt ezen a helyen ládák, törmelékek, sérült emberek hevertek. A mai napig vitatárgyát képezi, hogy mi robbantotta ki igazából a zavargásokat 1990. márciusában Marosvásárhelyen. Média manipuláció, etnikai feszültségek, vagy a Securitate emberei provokálták ki az eseményeket? Nem tudni. Tény az, hogy az események örökre megbélyegezték Marosvásárhelyt. Sokan tartanak tőle, hogy ezek az események újra megtörténhetnek. A mi és az önök felelőssége is, hogy ez soha ne következhessen be.